A Magyar Kultúra Napja alkalmából a József Attila Művelődési Központ kiállító termében Szunyogi András grafikus művész alkotásaiból rendeztek egy összeállítást, mely a sokoldalú művész egy-egy alkotói területéről adott ízelítőt. A kiállító művész ebben az évben ünnepli 70. születésnapját. A 70. születésnapot egész évben szabad ünnepelni kell is, hiszen majd csak augusztus 11-én kerül rá igaziból sor. De nekünk most van erre alkalmunk, hogy köszöntsük őt egy nagyon szép kiállítási anyaggal, egy születésnapi kiállítási anyaggal, hiszen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ezt az anyagot fogja a Vigadó Galériában is bemutatni, mint a Magyar Művészeti Akadémia tagja, ilyen méltó módon ünneplik az ő születésnapját. Tehát ez az anyag egy kis kitérővel itt Dunakeszin látható, először ebben az összeállításban. A kiállítás megnyitóját két fiatal hangszeres zenével tette ünnepélyesebbé. Harangozó Katalin elmondta, Pap Henrik gordonkás fiatal kora ellenére már sok hazai és nemzetközi díj birtokosa, ígéretes tehetségére sokan felfigyeltek. Zongorán Rónaszéki Sára kísérte, aki szintén számtalan zenei versenyen bizonyította már tehetségét. A kiállítás megnyitására dr. Mészáros Ferenc muzeológust kérték fel annak okán, hogy a Szunyogi családhoz több évtizedes barátság köti. Fiatal muzeológusként Szunyogi András édesapjával kezdett el dolgozni, és alakját, szakmai tudását felidézve, ma is a legnagyobb tisztelet és elismerés hangján beszélt róla. A kiállítás anyagáról a következőket fogalmazta meg. Megnéztem ezt a kiállítást, hát azt kell mondjam, hogy ide van nagyon sok, hát mondjam, az ész nem kell, mert ugye ezek a képek magukról beszélnek, tehát nem kell kitalálni, mit gondolhatott a Szunyogi András, amikor azt a képet készített, vagy azt a lovat, vagy a nem tudom is. Ugye, teljesen világos. Magáért beszél. Ez egy olyan kiállítás, hogy nem gondolkodni kell, hanem gyönyörködni. Most ezzel tulajdonképpen bel is fejezhetném, és megköszönném a kedves jelölőknek, tessenek gyönyörködni, de ennyivel nem ússzák meg, de annál kevesebben, mint amit a kezemben van. Arra vagyok kíváncsi, mert ugye itt egy sokarcú ember, már a művészetét illetően, ugye, vannak grafikák, fantasztikusak, állatábrázolások, ember, aktok, egyebek, de van itt humor, vannak itt bélyegek, vannak itt könyvek, és ha még az András rászedhettük volna arra, hogy mást is hozzon mondjuk szobrokat, festményeket, akkor kiderült, hogy ez egy
fantasztikus ember. Hát a művészet minden ágában csodálatos dolgokat készített. Nem hosszú, mert még mégiscsak fiatal ember, 70 éves. Ugye erre mondanám, hogy a megnyitón, hogy kedves vendégeink, kedves osztálytársai és kedves András öcsém. De én arra lennék kíváncsi, hogy nem a képeket elemezni, mert erre nem vagyok sem méltó, sem hajlandó, nem is itt van a helye. Majd azt a Művészeti Akadémián, a gyűjtemény és kiállításán, majd a rendkívül okos művészi társai majd ezt meg fogják tenni. Nekem az a kérdés, amit talán tudok valamit mondani, hogy hogy lett Szunyogi András művész? Miért pont ezeket a dolgokat festette, vagy készítette, vagy rajzolta, és miért nem más? Erről a művész így nyilatkozott. Az egyik, hogy lettem művész. Ugye nálunk a családban mindenki művész volt, a nagyapám, az apám, a két gyerekem, én mindannyian szinte ugyanarra főiskolára jártunk, és főiskolán tanultunk, az apám nem. De az apámat egy kisfaludi Stróbl Zsigmond tanította mintázni, és egy Révész Imre tanította rajzolni. De nem így lettem művész. Én itt csodálattal hallgattam a zeneszámokat, és eszembe jutott, hogy gyerekkoromban édesanyám levert a zongora mellé, és két évig zongorázni kellett tanulnom. És két év után a tanárnő berendelte a szüleimet, mondván, hogy neki a kenyere függ tőle, de egyikünk szakítson a zenével. Így lettem képzőművész, és ez tényleg így történt, ez nem poén. A másik, amit el szeretnék mondani, és itt az édesapámra emlékezve, édesapám biológia földrajz szakos tanár volt, és Kecskeméten a református gimnáziumban tanított. És mivel hát jó biológus volt, a darwinizmus szerint terjesztette, vagy tanította az ember származását. Az igazgató ugye vallási iskola volt, egyházi iskola volt. Hát ki akarta ezért penderíteni az iskolából, de hát így nem lehet, hogy hallottam, hogy a darwinizmus szerint tanítasz, kértek egy előadást az ember származásáról. Édesapám tartja az előadást, egy kisgyerek fölugrik, azt mondja, tanár úr, azt akarja mondani, hogy a nagyapám az majom volt? Apám nálam egy fejjel volt, magasabb, ránéz a gyerekre, azt mondja, hát magáról el tudom képzelni. Na, vége volt az előadásnak, ugye az igazgató közölte, hogy Szunyogi tanárról mától nem tanár az iskolánknak, és édesapám is készült erre, és a hallgatóságból fölállt egy úr, hogy Szunyogi tanár úr mától a Természettudományi Múzeum tudományos kutatója. Nincs vége a történetnek, fiamat kereszteljük Újpesten az Attila utcai református templomba, amikor is a pap megszól, szóval Szunyogi tanár úr, jaj, ha tudnák, hogy mennyire szerettük. Édesanyám, jövünk el, édesanyám, azt mondja, én tudom, ez volt az a gyerek, aki fölugrott, és kérdezte. Még egyet szeretnék mondani, és itt van az a barátom, amikor 50 évesek lettünk, ugye egy kupacban, a Könyves Kálmán gimnáziumban, ott egy kupacban ültünk, és barátok voltunk, és 50 évesek lettünk, és mondom, Lacikám, 50 évesek lettünk, ő márciusi születésű, azt mondja, ezt még meg kell érni. Úgyhogy én is így vagyok, hogy augusztus még messze van, de minden esetre köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek ebből a jelenlétben.